Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Rangos elismerésben részesült az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A napokban a társaság marketing munkáját ismerték el, erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Elismerés, marketing gyémántdíjas az EAK Nonprofit Kft. Elfogadott költségvetések, Nyíregyháza 93, Máté Szalka 14 milliárdból gazdálkodhat. Katonai toborzás, önkéntes katonai szolgálatra nyílt meg a jelentkezés. Marketing gyémántdíjban részesült az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A Magyar Marketing Szövetség a társaság Ne dobd ki az iskolatáskádat című akcióját díjazta a társadalmi célú kampányok kategóriában. Vendégem a stúdióban a cég vezetője, Petró Árpád. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Ez egy nagyon rangos elismerés, nagyon sokan sokat tesznek azért, hogy ilyen elismerésben részesüljenek. Nyilván önkormányzatok is, már megszokhattuk, hogy Nyíregyháza város önkormányzata, vagy a megyében más települések is kapnak ilyet. Az EAK ezen a néven most először kapott ilyen rangos elismerést. Mit mondott a Magyar Marketing Szövetség, miért érdemelte ki ezt a neves elismerést a cég? Tulajdonképpen ahhoz, és kezdjük akkor a marketingnél, ahhoz, hogy a közszolgáltató az általa üzemeltetett, működtetett rendszernek a hatékony kihasználtsága elérje, azt tulajdonképpen csak is úgy tud elérni, hogyha bevonja a lakosságot is. A lakosság bevonása mindenképpen a marketing eszközeivel történhet meg, és ebben az esetben is, amiért mi ezt a díjat kaptuk, tulajdonképpen a marketing lehetőségeket használtuk ki, méghozzá olyan tekintetben, hogy azzal, hogy elérjünk egy hulladék gazdálkodási célt, hogy egy tárgy ne váljon hulladéka, hanem funkciójában újra használható legyen, mint például az iskolatáskák. Ennek érdekében a lakosságot kértük meg arra, hogy közreműködjön velünk, hogy egyrészt adománygyűjtőként is átadhatjuk azok számára, akik éppen nem megfelelő költségvetéssel gazdálkodnak, otthon nincsen pénzük arra, hogy esetlegesen új eszközöket vásároljanak, de mindemellett valóban ezek a tárgyak nem váltak hulladékká, hanem tovább használhatók. Általában augusztusban nagyon sok szervezet hasonló jellegű felhívással él, gondolok itt akár egyházi jellegű szervezetekre, akár másokra is. Ide nagyon jó, szépen kapcsolódott be az EAK Nonprofit Kft.-nek ez a kezdeményezése. Milyen eszközöket használtak? Tudom, hogy például a Kölcsei Televízió is tudósított erről, de nyilván vannak más csatornák, más módszerek is arra, hogy elérjék azokat, akiknek valóban olyan iskolatáska van otthon, ami még jó, csak már ők vettek egy újat, tehát nem akarják kidobni a szemétbe, hanem szeretnék valakinek odaadni. Nem csak ennek, ez akció keretén belül, hanem úgy általában az éves marketing tevékenységünk során a lehetőségeket kihasználva, akár a social médián, akár a TV, rádió, vagy a nyomtatott sajtó lehetőséget kihasználva próbáljuk megközelíteni a lakosságot, mint hogy már említettem is. Ez célunk és érdekünk, mert hiába állunk rendelkezésre, akár eszközzel, akár fenntartott járatrendszerrel, hogyha a lakosság nem cselekszik tudatosan. Mondhatnám azt, hogy tudatformáló, de enyhébb kifejezéssel, én úgy gondolom, hogy szemléletformáló tevékenység az, amit mi a marketing segítségével végzünk a lakosság körében. A modern hulladék gazdálkodás az tulajdonképpen a 90-es évek végén alakult ki, előtte ilyen szemétszállításról beszélhetünk, sima szemétszállításról, viszont későbbiek folyamán akár gazdasági, akár környezetvédelmi, vagy akár a jogszabályoknak megfelelő érdek vezéreljen bennünket, mindenképpen be kellett vonni a lakosságot ahhoz, hogy cselekvése a hulladékkal kapcsolatban megváltozzon, hogy ne mindent a vegyes hulladékba tegyünk, hanem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit a közszolgáltató biztosít számára, és ez évről évre egyre hatékonyabb, egyre jobban működik, hogyha nem is tudom exakt módon kimutatni azt, most a marketing mennyire befolyásolja a
hulladékgazdálkodást, de azért az évvégi mennyiségi adatok ezt alá tudják támasztani. Nyilván nem csak mint sziget áll ez az egy akció az egész évben a cégnél, hanem folyamatosan ugye vannak a szelektív szombatok például, amely nagyon nagy sikernek örve, nagyon sokan részt vesznek ezen Nyíregyházán. Tehát kell az, hogy az ember gondoljon arra, hogy már akár gyerekként, hogy hoppá, ez nem vegyes hulladék, nem kommunális hulladék, ezt a szelektívbe kell tenni, mert akkor csökken a hulladék mennyisége. Szóval ez egy sok összetevős játék. Igen, mindenképpen valamilyen formában motiválni kell a lakosságot. Nem mindenkinél elegendő a környezetvédelmi cél elérése, a motiváció az mindenképpen fontos, és ezek az akcióink általában olyan jellegűek, hogy ahhoz, hogy a lakosság megismerje a helyes gyakorlatot, azt megpróbáljuk motivációs eszközökkel egy kicsit segíteni. Ezek a rendezvényeink, ezek és akcióink mind úgy vannak összeállítva, hogy a lakosság, ha nem is nagy, de kisebb ajándékokat mindenképpen kap. Mint ahogy említette, a Szelektív Szombat egy olyan környezetvédelmi családi nap Nyíregyházán, pontosabban az egész megyét beleértve, de Nyíregyházán tartjuk meg a Kossuth téren, ami a családokat célozza meg, és a családok közösen gyermek és felnőtt mutatják be azt, hogy mit tanultak egész évben a hulladékgazdálkodás területén. Különböző játékállomásokon kell végigmenni, menetlevelet kap mindenki, és a végén, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze, az értékes ajándékokat is nyerhet. Gondolom, nem csak az elismerés miatt, de idén is lesz majd ilyen Ne dobd ki az iskolatáskádat akció. Mi mással készülnek még erre az évre? Olyan típusú akcióval, ami valóban egyfajta motivációt is jelent a ügyfeleiknek, hogy gondosan a hulladékkal. Ez az elismerés, ez tulajdonképpen az egész éves marketing munkánknak az elismerése, és ilyen formán egy picit olyan tekintetben motivál bennünket, hogy próbáljunk még valami újdonságot behozni erre a területre. Ebben nem lesz híja minden bizonnyal, mert mindenki tudja azt, hogy július 1-ével egy új hulladékgazdálkodási rendszer lép életbe. A MOL vette át a hulladékgazdálkodásnak a koordinálását 35 évre, kapta ezt a koncesziós szerződés kapcsán, és a MOL által bevezetése kerülő új hulladékgazdálkodási elemeknek a népszerűsítések kapnak prioritást. Hogyha ebben az évben még nem is, de a következő években minden bizonnyal az lesz a feladatunk, hogy ezeket az újonnan bevezetendő rendszereket próbáljuk propagálni a lakosság körében, és én úgy gondolom, hogy az önök segítségével, a sajtó és a média segítségével nagyon nagy eredményeket tudunk elérni. Egyébként, ha már szóba került ez a változás július 1-től, az ügyfél, tehát a mi szempontunkból jelentős változás lesz-e, valami másra kell figyelni, másképp kell figyelni, vagy alapvetően ugyanúgy megy minden tovább, csak ugye már a hulladéknak az útja változik meg azáltal, hogy a MOL belép? Én úgy gondolom, hogy nem csak a közszolgáltatási számlán a számla kiállítónak a neve fog változni, hanem azzal, hogy egy új rendszer kerül kialakításra, és egy új versenyző kerül a rendszerbe, azzal megváltozik a hulladék gazdálkodásnak a menete is. Egy hatékonyabb, már EU-s elvárásoknak megfelelő rendszert kell kialakítanunk ahhoz, hogy pontosan az EU által előírt mennyiségi adatokat a magyar állam teljesíteni tudja. És itt van a fő lényege az egésznek, ahhoz, hogy ez az új versenyző milyen megoldásokat hoz majd a rendszerbe. Én úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy vissza fog állni a betétdíjas rendszer. Hogy azok a csomagoló anyagok, amiben terméket csomagolnak, azokra betétdíj lesz majd, azokat betétdíj fogja terhelni, és ezt a betétdíjat természetesen mindenki akkor fogja visszakapni, hogyha a beváltó helyekre a csomagoló anyagot visszaviszi.
ez valamilyen formában szankcionálás is, de inkább motiválásnak veszem ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk működtetni a rendszert, és el tudjuk téríteni a hulladékot a lerakástól, és ezek a hulladékok viszont nagyon nagy értékét képviselnek ahhoz, hogy átadjuk őket az enyészetnek, hanem próbáljuk meg valamilyen formában visszaforgatni és előkészíteni az új ipari felhasználásra. No, ez majd július 1-től, viszont most márciustól van egy másik nagyon jó gyakorlat, ez már nem idei, hanem ez már több éve így van. A lomtalanításnak a rendszere indul el. Hogyan lehet kérni, hogyha valaki a vármegyében úgy érzi, hogy összegyűlt otthon annyi lom, amit jó lenne elvitetni, de nem akarja ő maga ennek a költségét állni, mit kell tegyen? Bizonyára mindenki emlékszik még a régi elmúlt koroknak a lomtalanítására, amikor mindenki a már megunt vagy használhatatlan háztartási berendezését kihelyezte a közterületre egy megadott napon, és akkor a közszolgáltató onnan begyűjtötte, vagy megpróbálta begyűjteni kisebb-nagyobb sikerrel, mert azért külső elemek is beavatkoztak ebbe a lomtalanításba, és az ott bizonyos ideig gazdátlan hulladékot magukévá tették, esetleg ott a helyszínen szétbontották, és ezzel terhelték a környezetet, rontották a városképet, és hát én úgy gondolom, hogy ennek valamikor véget kellett vetni, ezért mi bevezettük a házhoz hívható lomtalanítást, ami abban nyilvánul meg, hogy az általunk felkínált napokon mindenki regisztrálhat, választhat magának egy napot, hogy a felesleges dolgaitól megszabaduljon. Ezeken a honlapunkon található regisztrációs időpontokra lehet bejelentkezni. A regisztráció után mindenkivel felveszük a kapcsolatot, időpontot egyeztetünk, hogy mikor fogunk megjelenni. A lényege az, hogy a lom ne kerüljön ki a közterületre, hanem abban az időpontban mindenki, aki szeretné igénybe venni a lomtalanítást, tartózkodjon otthon, és az a mozdulat fog majd kiesni, hogy a közterületre helyeződik, hanem a saját tulajdonú ingatlanról rögtön azonnal a kocsiba, hogy még a lehetőséget se adjuk meg annak, hogy a közterület így károsodjon. 3-4 alkalom van minden egyes ingatlan használó számára felkínálva, amiből az egyik időpont az mindenképpen szombatra esik, hogy azok, akik dolgoznak, azok is igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást. És annak ellenére, hogyha esetleg valaki mégsem tud az időpontok közül választani, annak pedig rendelkezésre áll a hulladékudvarok által biztosított szolgáltatás, amikor munkaidőben, nyitvatartási időben bármikor hozhat be hozzánk lomhulladékot. No, hát remélem, hogy sikeres lesz a kezdeményezés idén is, és akkor nagyon sokan nem az erdőszélre, hanem valóban a megfelelő helyre tudják elhelyezni a saját lomjukat. Igen, valóban ez a célunk, hogy megszüntessük az ilyen illegális hulladék elhelyezést. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm szépen a lehetőséget. Megtartotta idei első ülését Nyíregyháza képviselőtestülete, ahol elfogadták a város 2023-as évi költségvetését is. Az ülésen minden frakció egyetértett azzal, hogy nehézségek mellett kihívásokkal teli időszakban kellett a tervet elkészíteni. A város 93 milliárd forintos főösszeggel gazdálkodott az idei évben. Máté Szalkán is szavaztak a költségvetésről, ott 14,6 milliárd forintos főösszeget fogadott el a képviselőtestület. A nehézségek és a bizonytalansági tényezők ellenére megszületett a megyeszékhely idei évi költségvetése. A Fidesz frakció vezetője a közgyűlésen elmondta, sosem volt még ilyen magas, közel 93 milliárd forintos főösszegű költségvetése a városnak, amelyben tartalék összeget is tudott képezni a megyeszékhely. Jelentős több mint 5 milliárd forintos tartalékképzés is benne van ebben a költségvetésben, ami arra szolgál, hogy adott esetben pontosan ezen bizonytalansági tényező kiküszöbölésére szükség szerint ezt fel lehessen használni. Abban az esetben pedig, hogyha olyan állapotok, olyan helyzetek nem következnek be, akkor ezt annak más módon történő rendeltetésszerű felhasználását természetesen egy költségvetési módosítás keretében a közgyűlés is tárgyalni fogja, és ismerté fog válni mindannyiunk számára. Tehát mi is volt a legfőbb célja ennek a költségvetésnek?
ezen nehézségek mellett, ilyen bizonytalansági tényezők mellett biztosítani kellett a város biztonságos működését, a város intézményhálózatának, szociális ellátórendszerének, intézményhálózatának, a gazdasági társaságoknak a működését úgy, hogy a város lakossága biztonságban érezze magát, és tudja azt, hogy a város vezetése, illetve hát a város, a közgyűlés egy olyan költségvetés fogad el, ami az ő életminőségének a javítását célozza meg leginkább. Az ellenzéki frakció vezetője szerint a kormányzati gazdaságpolitika egyértelmű vesztesei az önkormányzatok, a magas inflációval, az energiaárakkal és minden egyéb olyan döntéssel, ami nehéz helyzetbe hozta őket. A frakció vezető hozzátette, ha nem lenne az Európai Unió, akkor a fejlesztésekben sem tudnának az önkormányzatok előre tervezni. Éppen ezért a költségvetést nem támogatják. Kapunk kompenzációt, hogyha a külső kényszerekről beszélünk, de sajnos az adóelvonások, a szolidaritási hozzájárulás és a mérhetetlen energiaárak miatt, amit szintén a kormány hibás gazdaságpolitikája okoz, ez gyakorlatilag elvész. Látható, hogy mintegy 22%-ot finanszíroz csak az állam azokból a hátrányokból, amire szüksége lenne az önkormányzatnak. A legfőbb áldozat összességében az önkormányzati struktúra. Itt a napirend előtt már elhangzott az, hogy az önkormányzatok egyértelmű vesztesei az elmúlt időszaknak, csak azért is, mert a rendszerváltás óta megálmodott önkormányzatiság folyamatosan csorbul, de hát az is látszik, hogy a hibás gazdaságpolitikának a következményét az önkormányzatoknak kell kiköszöbölniük és kiköszörülniük, és hát ha csak egyet kiemelek, hogy a például Nyíregyháza tekintetében ugye ilyen például a felújítási feladatoknak a köre. Mi továbbra is hiányoljuk azt, hogy a lakhatási célzatú gondolkodás nem jelenik meg a költségvetésben, akár bérlakások formájában, akár pedig nyugdíjasokat érintő valamilyen lakhatási lehetőségbővítés területén. Nyíregyháza polgármestere az ülésen elmondta, 2013 óta nincs költségvetési hiánya a városnak, hitele alig van, és az idei évi fejlesztéseket is végig tudja finanszírozni, mindössze a folyószámla hitel keretével gazdálkodva. A polgármester szavai szerint ez az elmúlt 12 év takarékos, szigorú, észszerű pénzügyi gazdálkodásának köszönhető. Törekedtünk arra, hogy reális költségvetésünk legyen, ezért nem tartottunk januárban közgyűlést, ez decemberben is bejelentettem. Több említettem, és több olyan jogszabály megjelent, például a gázár rögzítése, ami azért a költségvetésünk szempontjából fontos. Nem gondolom azt, hogy évközben nem fogjuk módosítani ezt a költségvetést, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy mindig figyelnünk kell, de felállítottuk azt a monitoring rendszert, és folyamatosan elemezzük, értékeljük a dolgokat, és ennek megfelelően hozunk, mondhatni, megalapozott időtálló döntéseket. Ennek szellemében kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról. A költségvetést a testület 14 igen, 5 nem és 1 tartózkodás ellenében elfogadta. Az év eleje az egyik legfontosabb időszak egy település életében, hiszen rendre ilyenkor dönt a képviselőtestület az adott év költségvetéséről. Máté Szalkán február 15-én született meg ez a döntés. A jelenlévő tagok egybehangzó igennel fogadták el a 2023. évi költségvetést. A város célja, hogy ugrásszerűen folytassa az elmúlt években megkezdett fejlődést, amelyhez megszavazták a 14,6 milliárd forintos költségvetést és annak szétosztását. Azt külön kiemelném, hogy ez nem azért van, mert hogy a működési kiadásainkat úgy megemeltük az égbe, hanem hála Istennek a tavalyi egyébként nagyon magas fejlesztési összegeinknek, ami több mint 2,5 milliárd forint volt, idén a dupláját, több mint 5,1 milliárd forintot fogjuk fejlesztésekre fordítani. Máté Szalkán a 2023-as évben 10 EU-s projekt valósul meg, olyan projektek, amelyet a tavalyi évben nyertünk el. Egy régi adósság, amin már 7 éve dolgozunk, és a városlakók 50 éves álma teljesül azzal, hogy megépítjük a Máté-Szalkai belvárosi kispiacot, és az sem egy utolsó szempont, hogy önerőből is most 130 millió forintból út- és járdaépítési programot indítunk. Ez azt jelenti, hogy Máté-Szalkán 25 útszakasz újul majd meg, amelyek kapcsolódni fognak a tavaly átadott két körforgalomhoz. Ilyen nagyszabású és összehangolt útfejlesztés még nem volt a város történetében. Ezzel sokkal biztonságosabbá válik majd a közlekedés Máté-Szalkán és a bevezető utakon. Ezen túlmenően kisebb léptékű fejlesztések is lesznek, amelyek a városlakók biztonság és komfortérzetét fogják javítani.
Ilyen, hogy ismét 30 millió forintot költünk a temetőre, a ravatolozót szeretnénk kívül belül rendbehozni, új eszközöket szeretnénk oda kegytárgyakat beszerezni. Ezen kívül ott is a belterületi, a temető területén belüli utaknak a kiépítése, szilárd útburkolattal való ellátása tovább folytatódik majd. Ugyanilyen jelentős lépés a város élete szempontjából, hogy ugye az előbb említettem 10 pályázatot, többek között a Zöldváros pályázatban a Máté Szalka legkisebbjei, a legifjabb korosztály biztosan nagyon várja a szép nagy játszóteret a Gólyakerti tó mellé, és ebben a projektben a város több pontján is újulnak meg játszóterek, na ahol nem, ott viszont 40 millió forintból a város minden részében felújítások lesznek a játszótéren, új eszközök beszerzésével, tehát én azt gondolom, hogy minden lakókörzetben elérhető lesz majd olyan játszótér, amit vagy újjáépítünk, vagy éppen kibővítünk, attól függően, hogy a város melyik pontjáról beszélünk. Még decemberben döntött a közgyűlés arról, hogy megpróbálnak minél több forrást találni, a költségvetésből elkülöníteni, hogy a társasházi övezetben elinduljon kísérleti jelleggel a külső fedett hulladéktároló építése. Ezzel megoldanák az 1,1 köbméteres kukák elhelyezésének problémáját. A közel 15 millió forintos beruházást már régóta várják a városlakók. Toborzó kampányt indít a Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az önkéntes katonai szolgálat március 13-ától induló képzésére a Nyíregyházi Toborzó irodában jelentkezhetnek az érdeklődők. A részletekről Kertész József századost és Magyar Nóra tartalékos szakaszvezetőt kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először százados úr, kicsit mondjuk el, hogy mi is pontosan ez a lehetőség. Kiknek szól ez, és milyen időtartalomra, és mi történik azokkal, akik jelentkeznek március 13-ától? Tehát mindenféleképp elsősorban a fiatalokat szólítanám meg, tehát 18. életévüket betöltött magyar állampolgároknak van lehetősége arra, hogy ezt a szolgáltatási formát válasszák. Ez egy nagyon összetett és talán legösszetettebb az összes tartalékos szolgálat közül, mégpedig azért, mert ez az egyetlen egy olyan szolgáltatási forma, amiben felvételi többletpontokra tehetnek szert azok a jelentkezők, akik vállalják. Első két hónapban a területvédelmi ezred kötelékében kerül sor egy alapkiképzés, az itt Nyíregyháza kert közben, és azt követően, mikor ezt teljesítették a jelöltek, eldönthetik, hogy maradnak a területvédelmi ezrednél és folytatják ott a kiképzést, vagy ne adj Isten, gyermekkori álmuknak, vagy álmukat valóra váltva megcéloznak egy műveleti alegységet bárhol az ország területén, ahol akár harci búvár, akár ejtőernyős, akár harc és gépjárművezető, akár feldszer beosztásokban teljesíthetnek szolgálatot. Amennyiben a művelet alegységet választja, fél év kötnek elsősorban, vagy első időszakban szerződést, a fél év lejártát követően 32 felvételi többletpontot szerezhetnek meg, és eldöntheti azt, hogy megkívánja hosszabbítani a szerződését még egy fél évre, tehát tulajdonképpen egy év foglalkoztatást tesz lehetővé bárki számára, nem csak annak, aki a felvételi többletpontért célozza meg, hanem annak az állampolgárnak is lehetősége van, aki kacsingat a honvédség fele, szeretne komolyabb elkötelezettség nélkül betekinteni a rendszerünkbe, és ha úgy érzi, hogy van jövője és van perspektívája, akkor természetesen már a szolgálteljesítés ide alatt akár szerződéses szolgáltvállalási formát is vállalhat. Kedves Nóra, fiatalként mi lehet a vonzó, akár hölgyként is egy ilyen jellegű képzésben? Jó, ez egy fél év, vagy adott esetben egy év lehet, tehát semmiképpen nem egy életpálya, bár ki tudja, hogy mi lesz belőle, de mondja el, hogy önt mi az, ami vonza a katonai életpálya iránt? Szerintem ez a lehetőség sokak számára nagyon jó, mivel aki még nem is tudja, hogy hova szeretne akár tovább tanulni, betekintést nyerhet a honvédség rendszerébe, és teljesen kötetlen, tehát olyan értelemben, hogy ha valakinek valami nem tetszik, akkor a másik nap akár fel is állhat, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ez elég volt. A tartalékos szolgálat erről szól. Számomra a katonaság mindig is közel állt a szívemhez, hisz én hazafias nevelésben nevelkedtem, és számomra lehet, hogy ez életpálya lesz, akár ugye továbbtanulás szempontjából is fontos,
igazániból, aki ki akarja próbálni magát, nem árt. Tehát nem olyan az, hogy a rossz fiúk meg a rossz lányok mennek, mert úgy értem, hogy ott valami rendet tanul az ember, hanem valóban ez egy már nem az, mint régen volt, 20-30-40, akár 50 évvel ezelőtt. Hát igen, nekem apukám még sorkatona volt, ő mesélt arról az időszakról is, ez teljesen más. Tehát itt igen, megtanuljuk, hogy milyen kúszni-mászni, de odafigyelnek az emberre. És ugye fő az, hogy minél több embert tudjunk toborozni, ezért vigyáznak is az állományra. Ugye 18 év felettiek jelentkezhetnek, tehát akkor már ugye felnőttnek tekinthető az ember, de hát még nem biztos, hogy valaki felnőtt attól még, hogy elmúlt 18. Szülői szemmel kinek ajánlaná, milyen fiatalnak ezt a fél vagy egy éves képzést? Valóban azoknak, akiknek kell valami rendszer az életébe, vagy inkább azok, akik csak ezt szeretnék, azok inkább ne jöjjenek, hanem azok, akik valóban valami vonzódást éreznek a katonai életpálya iránt? Hát három gyerek édesapja vagyok én is mundért nélkül. Tehát tényleg valóban tiszta szívben mondom, hogy minden fiatalnak ajánlom, hisz nem csak a felvételi többlet pont az, ami motiváló kampányfogásunk, ha szabad így fogalmazni, vagy a megyében előszeretettel világítunk rá arra, hogy a nyáron a megszerezhető egységes alapkiképzési programban, amit részt vesznek a 25 év alatti fiatalok, ugye a 25 évet hangsúlyoznám az SZIA szempontjából, majd 325 ezer forint per hó nettó jövedelemre tehetnek szert. Tehát 25 év alatti fiatalok, tehát én azt gondolom, ez az egyik legjobban fizethető nyári munkaszabad, ezt az összehasonlítást használnom. De minden mellett számosan előnyökkel jár az át, hogy tartalékos szerződést kötnek, jogosultak válhatnak bizonyos ösztöndíjakra. Tehát vannak a honvédségnek olyan kiemelt továbbtanulási intézményei, ahol a jövő orvosait, jogászait, bizonyos mérnöki karokon mérnököket képeznek, ahova akár havi 200 000 forint per hó ösztöndíjra lehet szerteni, és semmi más feltétele nincs, csak az, hogy szerződése legyen bármelyik tartalékos szolgáltvállási formára. Ugyanúgy működhet, bár nem 200, hanem közel 60 000 forint körül összeggel működhet, akár a szakképzés rendszerében, vagy egyéb más felsőoktatásban járó fiatalok számára, ami valójában, valljuk bőszintén, hogy annak ellenére, hogy katonákról beszélünk, a diákjaink, a pedagógusaink védettek. Tehát az ő fő feladatuk szeptembertől a vizsgidőszak befejezték az, hogy eleget tegyenek a tanulmányi kötelezettségeiknek, és valóban nyári munkaként lehetősége van arra, hogy azokat a modulképzéseket, kiképzéseket, akár az egységes alapkiképzési program, amit gyakorlatilag a honvédségbe érkezett orvosoktól is elvár a rendszer, vagy teológiát végzett tábori lelkészektől is, tehát mindenkinek ezt a 8 hetet teljesíteni kell ahhoz, hogy egy nyelvet beszéljünk, egyformán öltözködjünk, egyformán viselkedjünk, és utána a fiatal is visszamegy a közoktatás rendszerében. Majd következő nyáron lehet, hogy lesz arra lehetősége, hogy olyan katonai szervezeteknél vállaljon tartalékos szolgálatot, ami egyébként összeegyeztethető a civil tanulmányával is. Nem kizárt, hogy jogászként, hadbíróság, ügyészség, orvosként, ne agyisten, honvédkórház vagy bármilyen EU intézete a HM-nek. Tehát ilyen szemszögből javasolnám inkább a fiatalok számára, illetve valóban az, hogy ugye a honvédelem az egy nemzetügy, tehát ugye keveset beszélünk róla, de mindannyiunknak a kötelessége. Ja, manapság nem nagyon kell ezt firtatni, hogy miért fontos az, hogy a honvédelem, a haza szeretet. Hogyha valaki elvégzi a 2 hónapos, vagy a 6 hónapos, vagy esetleg az 1 éves szolgálatot, tehát ez a része véget ér, és mondjuk nem indul tovább a katonai pályán, hanem visszatér a civil életbe, ő mire számíthat? Mi történik akkor, hogyha mit tudom én 3, 4, 5, 6 év múlva esetlegesen szükség lenne az ő munkájára, szolgálatára? Tehát mit vállal az, aki aláírja a tartalékos szerződést? Tehát ahogy Nóra már megfogalmazta, bármikor, bármelyik fázisában mondhatja azt a jelölt, hogy köszönöm szépen, én itt befejeztem. Tisztessége, becsülettel elválnak az útjaink, ha szabad így fogalmazni. Azonban feltételezve, hogy egyrészt a fiataloknak mondjuk a többletpontért jön, tudja a honvédség is, hogy ugye ezek a fiatalok is kívánjuk nekik, hogy találják meg a számításukat, felvételt nyerjenek abba a felsőfok oktatási intézményben, amit megcéloztak,
és megkezdik a tanulmányaikat. Valójában, ha mégsem így alakul, mert valaki azt gondolja, hogy megtalálta a számítását is, szeretne akár szerződésre szolgáltvállalási formában honvédségnél szolgálni, bármikor az egy év ide alatt ezt megteheti, és azt is mondhatja, hogy szeretne mondjuk önkéntes tartalékos szolgálatra 3-5 éve szerződést kötni, és bármikor, ha olyan jellegű feladat van, amit összeegyeztethető az iskolájával, a civil munkáltatójával, eldönti igazából, hogy mi az, amit tud vállalni, és mi az, amit nem is. Nagyon szeretném hangsúlyozni, minden szolgáltvállalási formákra a kulcsszót önkéntesség. Hogyha valaki választ egy ilyen lehetőséget, tehát aláírja ezt a szerződést, azon túl, hogy abban az időszakban, amíg ez tart, a katonai életpálya szerint zajlanak a mindennapjai, melyek azok a képességek, készségek, amelyeket jól lehet fejleszteni fiatalként, ami érdekes lehet. Azon túl mondom, hogy tehát nyilván egy a testi, fizikai, meg hát nyilván a szellemi fittség az egy mindennapos dolog, de azon túl még mi az, amit tudna ajánlani, ami miatt érdemes lehet ezt. Hogyha valaki az informatika iránt érdeklődik, vagy nem tudom én, ilyesmire gondolok, vagy szeretné jogosítványt szerezni, szóval melyek azok a vonzó készségek, amelyeket meg lehet itt tanulni? Hű, hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazándiból szerintem, amellett, hogy akár ugye bekerül valahogyan egy ember a rendszerbe, a honvédség az folyamatos továbbképzéseket csinál. Mivel jönnek a egyre fejlettebb akár járművek, akár légieszközök, azokra folyamatosan kell embert is képezni, tehát folyamatos képzési rendszer van a honvédségen belül. Én ez az, amit tudnék még mondani. Ugye a nyelv is folyamatosan napjainkban is itt van, és mindenhova kell. Én és milyen a közösség? Lehet, hogy buta lesz a összehasonlítás, de ez amúgy fiataloknak ez egy jó buli, tehát jó együtt lenni egy ilyen kiképzés során? Én akikkel kezdtem az alapkiképzést, azt tudom mondani, hogy igen. Tehát nagyon összeszokott közösség lesz, és nekem is onnan van rengeteg barátom, akikkel mai napig összejárunk. Ugye mindenkit máshová tud sodorni az élet, de ez valamilyen szinten összekovácsolja az embert, és nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni. No, hát akkor azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki kedvet kapott, akár a mi beszélgetésünk után, hogy szívesen jelentkezne, hova menjen, mit csináljon? Hát bárhol, alapvetőleg a Szabolcsaknak, ugye a megyei toborzőrödát tudnám ajánlani itt a Dózsa-György utcán. Az irányasereg.hu, ez egy központi honlap, az általunk elmondottakat leellenőrizheti, eljátszhat a gondolata, hogy ezredes lenne a rendszerben, milyen fizetést kereshetne. De tényleg visszatérve, bárkit személyesen telefonon vagy e-mailben a toborzőrodában a hét minden napján készséggel várunk és segítünk. Mikor kezdődik maga a képzés? Maga ez az önkéntes katonai szolgálat, ez március 13-ával, de ugye folyamatosan minden hónapban indulnak alapkiképzéseink, akiket vagy ahova bárkit szívesen látunk, bár tudjuk, hogy ugye a fiatalok nagy része, akik iskolai kötelezettségeiknek tesznek eleget, azok elsősorban majd a nyári időszakban célozzák meg ezt a szolgáltvállalási formát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és hát remélem, hogy sokakat meg tudtunk győzni arról, hogy ha van kedvük, akkor próbálják ki magukat önkéntesként. Köszönjük szépen a lehetőséget. Eddig tartott ma, 35 perc legközelebb szerdán várom önöket, amikor vendégem lesz, többek között Vásárosnamény polgármestere Filip Sándor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!